Recsk, AVH, koholtvádak, vallatás, kitelepítés, büntetés. Hívó szavak, amelyekről a kommunista diktatúra ideje jut mindenkinek az eszébe. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Sátoraljaújhelyen hagyományosan ökumenikus imával emlékeztek azokra az emberekre, akik Európában és a világ számos pontján lettek az osztályharc szellemében meghirdetett véres terror áldozatai. Értük szóltak az imák Sátoraljaújhelyen is. A sátán hatalma a bűn. A bűnök keresztül válik szembe Istennel, főleg a kevésség bűnével. Az emberi gőg akkor éri el a tetőfokát, amikor át akarja venni Isten helyét. Erre a gonoszságra veszi rá a sátán az embert. Az uralom, az ellenőrzés vágya, amely ott volt ezekben a diktátorokban. Mindenki, aki a rendszer ellen szól, ellenségnek minősült. Nem csak a világháború után kiépített szocializmusban, de a két világháború között is. Ezért koszorúznak minden esztendőben a Tanácsköztársaság Sátoraljaújhelyi áldozatainak táblájánál is. Idén Boros Sándor, középiskolai tanár mondott itt beszédet. A mai napon emlékezzünk a több tízezer családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a koholtvádak alapján halálba küldött emberekre, az ellenállóként mártír halált halt hősökre. Ezen a napon idézzük mindazok emlékét, akik az erőszakrendszer áldozataivá váltak, emlékezzünk családtagjaikra és szeretteikre, akiket a kommunista diktatúra meghurcolt és kiszolgáltatott. Először 2001. február 25-én emlékeztek meg a kommunizmus áldozatairól az országgyűlésben és a középiskolákban, majd minden évben sor került emlékünnepségekre, figyelmeztetőként és emlékeztetőként a korszak történéseire és a tanulságok levonására. Amíg lehet, föl kéne venni, rögzíteni, leírni, magnóra venni azokat a elbeszéléseket, azokat az emlékeket, amelyek még megvannak, még autentikus forrásból hallhatóak lennének, mert legalább olyan fontosak, mint az, amit a történelemkönyvekből tanulunk. És hát miért is? Hogy azok a fiatalok, akik nagyon szépen eljöttek erre a megemlékezésre, külön nekik is és a pedagógusoknak is megköszönjük, hogy ezek a fiatalok okuljanak mindebből, hogy soha többet ebben az országban ne lehessen diktatúra. A Sátoraljaújhelyi emléksétá Józsa György 1956-os mártír emléktáblájánál ért véget.